Szatmár központjában, a római katolikus katedrális mögötti telken munkagépek zaja hallatszik. De nem csak a földet termelik ki, vélhetően egy épület alapozásához, hanem a munkagödörben, külön árkokban munkások lapátolnak. A telken az építkezést megelőző régészeti ásatás zajlik. A szatmári római katolikus püspökség a székesegyház mögötti területen egy lelkipásztori központot szeretne építeni, és az épület helyét feltárjuk, mivel a térképészeti, kataszteri térképek segítségével sejtettük, hogy itt található ez a koraújkori erőd, és hát a feltárás ezt a sejtést meg is erősítette, illetve hát pontosította, mivel most sikerült először meghatározni pontosan a bástyáknak a pontos elhelyezkedését. Kérem szépen, nagyon kevesen tudják, hogy Szatmáron vár van, nem látszik belőle semmi. Tudna erről kicsit részletesebben beszélni? Hát vár volt pontosabban, de ezt 1565-ben építették a török elleni végvár vonalnak a legkeleti beleme, és az erdélyi fejedelemség felé volt egy határvár, a királyi Magyarországhoz tartozott rövid megszakítások kivételével, és 1565-től egészen a 18. század első évtizedeig működött. A Rákóczi szabadságharc idején ugye a kuruc sereg két évig ostromolta, 1720-ban bontották el. Aztán a vár területére rátelepedett a város a polgári épületekkel, és hát végül is a pontos helyét se tudták már a 19. században, csak egy ilyen becslés volt arról, hogy a Szamos és a régi főtér között körülbelül hol helyezkedett el. Kataszteri térképekre rávetítették, és hát nagyjából meg is határozták, viszont a pontos nyomvonalát az erődítménynek, a bástyák pontos elhelyezését, ezeknek az alaprajzát nem lehetett tudni, és ezt sikerült most az ásatás során azonosítani és meghatározni. Az erődítménynek az erődítményhez tartozó fa és föld szerkezetet sikerült megfigyelni, fa, cövek, sorok és fonott veszőből álló lenyomatok maradtak meg, amelyek, tehát a cövegsorok közé földet döngöltek. Ez egyrészt alapozásként szolgált, illetve másrészt bizonyos részeken felmenő fal is volt a bástyáknak, ez volt a maga a fala. Nyilván a tűzérség elleni védelmet szolgálta, illetve a vár ároknak a betöltését sikerült több helyen megkutatnunk, és ezeket a megfigyeléseket, hát hogy is mondjam, rögzítettük a megfelelő régészeti módszerekkel. Egy kettős cölöp sorról van szó, ami közé, ahogy említettem, föld volt döngölve, és veszőfonatok voltak körülött, tehát a cövekek körül. És hát a struktúrán kívül maga a betöltésben talált régészeti leletanyag is roppant érdekes. Hát a 16-17. Századi anyagi kultúrára és a várnak a mindennapi életére vett fényt. Kályha, csempe, töredékek, nagyszámban tárlóedények, használati edények, étkezéshez használt kerámia edények. Ezt töltésnek használták, szóval töltésnek... Tehát többször újították a várat, tehát ezt érte. Megfigyeltük, hogy... Az erődítményt ugye javították, megújították, bővítették, sikerült ezeket is dokumentálni, és akkor amikor ugye javították, akkor az akkor használt szemetet azt betöltötték a bizonyos helyekre, és akkor emiatt sikerül a vár különféle periódusához tartozó emlékeket azonosítani. Sajnos ilyen fegyverek, meg ilyesmit, amire ugye a legtöbbször szoktak kérdezni, hogy hát miket találtunk, ezeket nem találtunk, mert az ugye ezek értékesek voltak, és nem dobták el. Pénzérmét egyetlen, egy pénzérmét sikerült találnunk, egy 17. századi érmét, illetve üveg
üvegtöredékeket találtunk, ami jellegz, rengeteg pipa töredéket, dohányoztak a katonák, igen. Viszont ami érdekes a kályhacsempék között is, illetve az edények között is, hogy magas kvalitásúak, tehát látszik, hogy nem csak a szegényebb, hogy így mondjam, katonák lakták, hanem a vár jelentőségéhez méltóan egy magas színvonalú anyagi kultúrát is képvisel, tehát például kínai porcelán töredékeit is találtuk, ami ugye a 17. században még viszonylag ritkának számít, illetve hát nagyon színvonalas fajansz edényeknek a töredékeit is meg tudtuk figyelni. A nájlont jó, vegyék le azt a fóliát ott. Azt igen, ott azt végig úgy, hogy vegyék le. Hát ebben az esőben nem biztos, hogy kiszárad, ugye? Hát most az esőben nem, de egy hónapja nem volt eső, úgyhogy most mindenki örül az esőnek, csak a régészek nem örülnek az esőnek. És akkor ott a fa szerkezet, ugye a vízszintes, illetve a függőleges fa szerkezetek kirajzolódnak, és fogjuk majd kézileg bontani. Lehet-e tudni, kővár volt, téglavár? Földvár, részei földből voltak, értette? Földből és fából a nagyobb része. Téglát is használtak, sőt, kő is volt, de ezek korlátozott mértékben. Tehát a legnagyobb része az erődítménynek ez föld és fa szerkezetű volt. Itt az Alföldön ez volt elérhető, illetve hát az ágyú, tehát a tüzérséggel szemben ez kellő védelmet biztosított. Itt mi látszik? Itt látja azt a világ, sötétebb szürke foltot, ami így hosszan jön, a világosabb, az az egyik sánc, tehát több sánc védte, és meg is újították, és újra szedték. És ez most már az utolsó rész, ami a bolygatatlan altalajba maradt, és ezen a szinten nyessi a géppel a felületet, hogy meg tudjuk határozni a sáncnak a nyomvonalát. Értem. És akkor erre aztán majd jön az épületek az alapozása. Igen, ezt később itt fogják itt készíteni. Itt nem számítanak különösebb lehetre. Hát itt ez már a bolygatatlan altalaj, tehát itt a feltöltések voltak, hát ugye ezeket kézzel ástuk ki, ez az utolsó fázis már, amikor itt a gépinyesést végezzük a bolygatatlan talaj szintjén. Ezek szondák, szondákat nyitunk a különféle objektumokra, tehát vagy a sánc, vagy az áróknak a vonalára, és ezeket mind ugye a rétegeknek a meghatározásához használjuk, illetve hát a fa szerkezeteket addig, amíg kiemeljük, ugye amíg azonosítjuk, rajzoljuk, fotózzuk, azokat próbáljuk ilyen fóliával védeni, hogy ne száradjanak ki. Ezeket mind kiemeljük, és hát a múzeumba szállítjuk, illetve hát megpróbáljuk dendrokronológiai módszerekkel keltezni őket. Ja, ez azt jelenti, hogy az évgyűrűk alapján megállapítják, hogy mikor nőtt az a fa. Igen, mikor vágták ki. Értem. A fát. Ha sikerül, és akkor ezekről, hát hogy így mondjam, pontosan fogjuk tudni, hogy ezeket az erődítmény elemeket mikor készítették. Nem vártam, hogy ilyen jó színvonalú és kvalitású anyagot találjunk, bár sejtettem, hogy ez egy fontos erődítménye volt a királyi Magyarországnak, de hát nem gondoltam, hogy pont ide dobták ki a főparancsnoknak a konyhakészletét, vagy az ő szobájából a kályhacsempe anyagokat. Tudna mutatni? Hát ezeket most már elcsomagoltuk, illetve folyamatosan beszállítottuk a múzeumba, de hát ott restaurálják, és lesz egy kiállítás, és akkor majd szívesen látom önöket a kiállításnak a megtekintésére, és akkor majd lehet filmezni, illetve megnézni. Köszönöm nagyon szépen!